RLC rezgőkör létrehozása és szimulációja a Tina Cloud programban. Ebben az oktató videóban egy RLC rezgőkör létrehozását és szimulációját mutatjuk be a Tina Cloud program segítségével. Először vizsgáljuk meg az alkatrész eszköztáron található rajzjeleket. Ha első alkalommal az ellenállás rajzjele egy fűrészfogra emlékeztető szimbólum, akkor ilyenkor az amerikai NC rajzjeleket mutatja a program. Ezek nagyon hasonlóak a nálunk használt európai IEC-MS elektromos rajzjelekhez, csupán az ellenállások és a logikai kapuk rajzelei különbözők. Ebben a videóban az európai rajzjeleket fogjuk használni, ezért ha induláskor a program az amerikai rajzjeleket mutatja, álljunk át európai rajzjelekre a következőképpen. A nézet menüből válasszuk ki az elemkészlet menüpontot, majd az európai IEC szimbólumokat. A következő elinduláskor a program már ezzel az elemkészlettel fog megjelenni. A rajzjeleket bármikor átválthatjuk a két szabvány bármelyikére, és ennek megfelelően jelenik meg a kapcsolási rajz is. A vizsgált soros RLC rezgőkör egy sorba kapcsolt ellenállásból R, tekercsből L és egy kondenzátorból C álló elektromos áramkör. Hozzuk létre a képen látható RLC áramkört. Még mielőtt elkezdjük az áramkör szerkesztését, hozzuk létre az áramköri fájlt egy mentéssel a képernyőn látható néven. A ment dialógusban a TSC kiterjesztést lehetséges, de nem szükséges megadni. Fontos tudnivaló, hogy a továbbiakban a program automatikusan menti a változásokat a fájlba a szerkesztés során, tehát lehetséges, de nem szükséges az áramkör szerkesztés közbeni mentése. Most, hogy már mindent előkészítettünk, kezdjük meg a szerkesztést! Először az alapelemek eszköztárból válasszuk ki az ellenállást és helyezzük el a szerkesztési felületen. Ehhez kattintsunk az ellenállás ikonjára az alkatrész eszköztáron. Ekkor a kurzorhoz kötve megjelenik az ellenállás szimbóluma, amelyet a kurzorral együtt mozgathatunk. Az egér segítségével vigyük a szimbólumot a megfelelő helyre, majd egy bal kattintással tegyük le a szerkesztési felületre. Ezt követően helyezzünk el egy tekercset és egy kondenzátort. Még mielőtt letennénk a kondenzátort, forgassuk el a jobbra forgat vagy balra forgat gombok segítségével. Végül válasszunk ki és rakjunk le egy feszültséggenerátort. Ezt követően kössük össze az alkatrészeket vezetékekkel. A szerkesztés könnyítése érdekében a TinaCloud programban a vezetékek akár keresztezhetik is az alkatrészeket. Ilyenkor a program az alkatrészeket automatikusan a vezetékbe illeszti. Végül adjunk az áramkörhöz egy földet és egy kivezetést. Ez utóbbit a műszerek fűre kattintva választhatjuk ki. A kivezetés feszültségének hullámformája a szimuláció után VF1 néven szerepel majd a diagramban. Most dupla kattintsunk a feszültséggenerátorra, hogy ellenőrizzük a hullámformát. Az alapbeállítás egységugrás. A legördülő menü segítségével számos más hullámformát is beállíthatunk. Tartsuk meg az alapbeállítást, és a jelalak mezőben kattintsunk az egységugrás mellett található három pontra. Az így megjelenő jelalak dialógus ablakban láthatjuk az egységugrás értékét, amely egy volt. Hagyjuk meg ezt az alapbeállítást is, és zárjuk be a dialógus ablakokat. Eddig az alkatrészeket alapbeállításokkal helyeztük el tehát nem állítottuk be a szükséges alkatrész paramétereket, értékeket. A beállításhoz dupla kattintsunk azokra az alkatrészekre, amelyeknek a paramétereit beszeretnénk állítani. Állítsuk be r 1 200 ohmra és C1-et 1 nanofarádra. Dupla kattintsunk az ellenállásra és a tulajdonságok dialógus ablakban az ellenállás mezőbe írjunk be 200-at, ez 200 ohmot jelent, majd kattintsunk az OK gombra. Ezt követően a kondenzátor értékét változtassuk 1 mikrofarádról 1 nanofarádra. Láthatóan az 1 mikrofarádot a programban 1U jelöli, ezt kell 1N-re átállítanunk. Fontos tudnivaló, hogy elég a kapacitás értékmezőbe annyit beírni, hogy 1, 1N, 1U, 1M, stb. A programban tehát nem szükséges és nem is megengedett kiírni a teljes mértékegységet, például 1 nanofarád, hanem csupán az értéket és a prefixumot, például egy n. Az áramkör ezzel elkészült. Jöhet az ellenőrzés, tesztelés a szimuláció segítségével. Teszteljük először tranziens analízissel áramkörünket. Válasszuk ki az analízis menüből a tranziens analízist. Adjuk meg az analízis idejének értékét 50 mikroszekundum. Elég annyit beírni, hogy 50 U, az S szekundumot már nem szükséges és nem is szabad hozzátenni. Ezt követően a kezdeti értékek legördülő listából válasszuk ki a zérus kezdeti értékek opciót és nyomjuk meg az Indít gombot. Megjelenik az áramkör tranziens válasza az úgynevezett átmeneti függvény egységugrás gerjesztés esetén a Tina Cloud diagramma blakában. A Tina Cloud-ban az offline Tinához hasonlóan a szimulációs eredmények, diagramok beilleszthetőek a szerkesztési felületre, így az áramköri rajz és az áramkör analízis eredményei együtt tárolhatók. Helyezzük el a diagramot a szerkesztési felületen a kapcsolási rajz mellett. Ehhez zárjuk be a diagrammablakot, a program tárolja a diagramot is, majd kattintsunk az eszközsoron zöld plusz jellel jelölt hozzáad gombra, és a legördülő menüsorból válasszuk ki a diagram beillesztése opciót. A dialógus ablakban a diagram átméretezésére is lehetőség van a szélesség és magasság megadásával pixelben. Írjuk be a kívánt értékeket, majd nyomjuk meg a Beilleszt gombot. Ekkor az egérhez kötve újra megjelenik a diagram. Az egér segítségével mozgassuk a diagramot a megfelelő helyre, majd egy balkattintással tegyük le a szerkesztési ablakba. Az előzőekben bemutatott tranziens analízis végrehajtása, mint a legtöbb áramkörszimulátor programban, közelítő numerikus módszerek segítségével történik. A Tina Cloud programban azonban úgynevezett szimbolikus analízisre is van lehetőség, amely képletformájú, pontos analitikus formulák segítségével adja meg az eredményt. Fontos azonban tudnunk, hogy ez csak lineáris áramkörök esetén lehetséges. Kattintsunk az analízis menüre, a legürdülő listából válasszuk ki a szimbolikus analízist, majd ezt követően kattintsunk a félszimbolikus tranziens menüpontra. Megjelenik a képletformájú szimbolikus eredmény, amely az áramkör tranziens válaszát írja le egy pontos, analitikus, zárt képlettel megadva. A képlet segítségével diagram felrajzolására is van lehetőség. Ehhez kattintsunk a szimbolikus eredmény dialógusban található diagramot rajzol gombra. Ha az így kapott pontos, szimbolikus eredményt összehasonlítjuk a numerikus eredménnyel, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon hasonlóak, de mégis van némi eltérés a kettő között. Ezt jobban meg tudjuk figyelni, ha a diagram alján található fülekre kattintunk. Jelenleg a pontos analitikus tranziens eredményeit látjuk. Ha a tranziens fűre kattintunk, akkor pedig a numerikus számítással kapott diagram jelenik meg. Láthatjuk, hogy például az első maximumnál a két eredmény különböző. Ennek oka, hogy a numerikus analízis mindig közelítő és alapbeállítása a gyors végrehajtás érdekében csak közepes pontosságú eredményt szolgáltat. A számítások pontosságának növelését többféle módon is el lehet érni. Mi most az egyik legegyszerűbb módját választjuk ennek, ami a következő. Kattintsunk az Analízis menüre, majd ezt követően az Analízis paraméterekre. Az Analízis paraméterek diagrammablakban a TR maximális időlépés egyenlő 10G értékét, ez egy nagyon nagy érték, állítsuk át 100N-re, tehát 100 nanoszekundumra, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ha most újra lefuttatjuk a tranziens analízist, láthatjuk, hogy a két eredmény, az új numerikus és a szimbolikus analízis eredményei megegyeznek. Természetesen az első, automatikusan kapott görbe is sok esetben elfogadható és használható, de a most bemutatott módon növelni tudjuk a számítások pontosságát. Egy további lehetőség a görbék összehasonlítására, hogy a görbéket ugyanabban a diagramban ábrázoljuk. Másoljuk a pontos, szimbolikus analízis során kapott görbét, a képen barna színű, a pontosított, numerikus számítással kapott, a képen zöld színű görbe diagramjába. Kattintsunk a barna színű görbére és a görbe beállítás dialógus ablakban nyomjuk meg a görbe másolása ikont. Így a görbe a vágólapra kerül. Ezt követően kattintsunk a numerikus számítással kapott Transient 2 fülre, majd a zöld színű görbére. A görbe beállítás dialógus ablakban kattintsunk a görbe beillesztése ikonra. A görbe színe megváltozik, jelezve, hogy a két görbe teljesen fedi egymást. Mindez jobban szembetűnik, ha kinagyítunk egy görberészletet. Mindebből arra következtethetünk, hogy a két analízis során kapott eredmények megegyeznek, vagyis a pontosság növelése céljából végzett módszerünk sikeres volt. Most adjuk hozzá a képletet a kapcsolási rajzhoz. Zárjuk be a diagramablakot, majd kattintsunk újra a zöld plusz jellel jelölt hozzáad gombra, és ezúttal válasszuk ki a listából a szimbolikus eredmény beillesztése opciót. A kurzorhoz kötve megjelenik a képlet. Az egér segítségével mozgassuk a kívánt helyre, és egy bal kattintással tegyük le a szerkesztő felületre. A képlet testre szabására is van mód. Tetszőlegesen módosíthatjuk például a fejlét szöveget, a betűk méretét, vagy akár keretet is rajzolhatunk a képlet köré és így tovább. Példaképpen dupla kattintsunk a képletre, és a TR Result szöveg helyett írjuk be magyarul tranziens válasz. Majd kattintsunk a tulajdonságok gombra. Állítsunk be egy nagyobb fontot, és válasszuk ki a keretlistából a vonal opciót, majd kattintsunk az OK gombra. A testre szabott képlet megjelenik a szerkesztési ablakban. A szerkesztés folytatásához nagyobb helyre lesz szükségünk. Kattintsunk a kicsinyít ikonra a menüsoron, majd ezt követően kisé rendezzük át a rajzot. Kattintsunk az egér bal gombjának lenyomásával egy üres részre a szerkesztő felületen, majd mozgassuk el a kívánt irányba az egeret. Mindaddig, amíg az egér bal gombját lenyomva tartjuk, az áramkör és a diagram egyszerre mozgatható. Természetesen az elemek önállóan is mozgathatók, ehhez előtte csak ki kell jelölnünk a mozgatni kívánt elemet az egér bal kattintásával. Folytassuk most az áramkörünk tesztelését AC analízissel. Kattintsunk az analízis menüpontra, válasszuk ki az AC analízist, majd kattintsunk az AC transfer karakterisztikára. Az AC transfer analízis futtatása dialógus ablakban a pontok száma mezőbe írjunk be 500-at, hogy részletesebb, pontosabb diagramot kapjunk, majd nyomjuk meg az Indít gombot. A program 5 diagramot generál, amelyek a diagram ablak alján található fülekre kattintva jeleníthetők meg. A generált diagramok Amplitúdó, Fázis, Nyquist, Csoportfuttatási Idő, Group Delay és Bode diagramok. Most adjuk hozzá az AC Bode diagramot a kapcsolási rajzhoz. Zárjuk be a diagram ablakot. Ezt követően az eszközsoron zöld plusz jellel jelölt hozzáad menüből válasszuk ki a diagram beillesztése opciót. Állítsuk be a diagram méretét a képernyőn látható módon, majd nyomjuk meg a beilleszt gombot. Végül a szimbolikus analízis segítségével hozzuk létre az AC transfer karakterisztikát leíró képletet. Az analízis menüből válasszuk ki a szimbolikus analízist, majd ezt követően a szimbolikus AC transfert. Az így megjelenő szimbolikus eredményt képletet és adjuk hozzá a kapcsolási rajzunkhoz. Kattintsunk újra a Hozzáad gombra, válasszuk ki a Szimbolikus eredmény beillesztése opciót, majd helyezzük el a képletet a felületen. Természetesen itt is lehetőség van a képlet testreszabására az előbb bemutatott módon. Fordítsuk le itt is a címet átviteli függvényre. Végül a T szövegikon segítségével adjuk hozzá a soros RLC rezgőkör címet az áramköri rajzhoz. Ezzel az RLC áramkör létrehozását és szimulációját bemutató videónk végére értünk. Ha további információra van szüksége, látogasson el weboldalunkra, vagy keresse fel YouTube csatornánkat.